Ez csodás! Ki hitte, hogy ez van egy hajó belsejében? Vellon Linton nevezetessége ez a kaszinóhajó. Van itt minden. Éttermek, medencés bárok, szalonok. Ezek az emberek mind szerencsejátékosok. Á, dehogy. Inkább unatkozó polgárok. Azért jöttek ide, hogy egy éjszakát az álmaik között töltsenek. Vajon Dante merre járhat? Azt hittem, ő is itt van. Gyere csak. Kilencedik küldetés. Halálpóker. Két pár. Ha, igazán sajnálom, de úgy tűnik én nyertem. Drill. Nincs gond, csak most kezdődik a játék. Ettől lesz izgalmas. Én magam is erre készülök. A póker akkor jó, ha sokáig tart, akár csak egy csók. Ha képes legyőzni, ígérem, olyan hosszú csókot kap, amilyenben még nem volt része. Ez igazán jól hangzik, de csak vigyázzon, nehogy a végén mindenit elveszítse. A férfit, aki az előbb nyert, aranykezű Joe-nak hívják, mert amihez hozzáér, arannyá változik. A nő, aki itt ül velem szemben, nem kevésbé híres, ő szerencsés Amanda. Az idős urat mellette csak télapónak hívják. Igazi szakértő, akiről úgy tartják, képes mások elméjébe látni. Bár mind magabiztosnak tűnik, a szemük csillogása elárulja őket. Lássuk, hadd jöjjön a következő játszma. Kérem, mentse meg Paul-t, a férjemet. Szerencsejáték függő? Igen. Mikor összekerültünk, szorgalmas ember volt. De aztán megváltozott, és a szerencsejátékok rabja lett. A szerencse hajszolásába bele lehet betegedni. A baj csak az, hogy nincs ellene orvosság. Nem tudom semmi jóval kecsegtetni. Szerintem hagyja inkább el. Segítsen rajta, ha így folytatódik, a végén még megölik! Ajjajjaj. Ne légy olyan kőszívű, Dante. A hölgyekkel illik kedvesnek lenni. Ráadásul ez a munka igazán neked való. Következő. Passzolok. Emelek. Még 500-at. Tessék! Tartom. Én kiszállok. Emelek. Terítés. Nekem drillem van. Ez semmi. Az kár.
Ez meg egy szép full. Ha így folytatjuk, pénzzel tömött puttonnyal távozom ma is innen. Hiszen pont ezért hívják télapónak, nem igaz? Ahogy mondja. Na de hadd hívjam meg önöket reggelizni a játék után. Jó, de csak akkor tegye, ha marad még pénze. Úgy látom, önök mind igen magabiztosak. Mellesleg, hallottak már arról a játékosról, akit egyszerűen királynak neveznek? Mostanában egyre gyakrabban hallani róla, aki leül vele játszani, az életét teszi feltétnek, a pokolból való. Ha, buta rémhír terjesztés. Ebben igaza lehet. Viszont sok játékos meghalt már, miután vesztett a királlyal szemben. Vajon ki lehet a rejtélyes játékos? Van, aki azt állítja, egy fehér szakállú öregember. Van, aki szerint egy titokzatos szépség. De az igazat nem sejti senki sem. Éppen ezért, ha valóban létezik ez a személy, én bizony szívesen megmérkőznék vele. Maguk nem így gondolják? Király? Igen, egy hazárdőr, aki a halállal cimborál. Mostanában számos híres szerencsejátékos tűnt el nyomtalanul, és csak annyit tudni, hogy mind játszani indult, de utána egyikük sem tért haza. Az a szóbeszéd ütötte fel a fejét a városban, hogy aki veszít a királlyal szemben, az rövidesen meghal. Lehetséges, hogy ez a király valójában egy démon? Ebben az esetben nincs mese, játszanom kell vele. Jobb, ha meg se próbálod. Nem vagy te elég jó szerencsejátékos. Emlékszel még arra nekem, mennyivel tartozol? Hiába, túl kedves vagyok a nőkkel. Te, Dante? És nekem mikor fogod kifizetni, amit utoljára elnyertem tőled? Túl kedves vagyok a nőkkel és a gyerekekkel. Na jó, akkor az a kérdés, hogy találunk meg egy ismeretlen embert? Úgyis sokáig tartana, ha külön-külön keresnénk. És sokba is kerülne. Kérlek. Egy levél? Ez egy meghívó egy elegáns kaszinóhajóra, ami a szomszédvárosban működik. A feladó maga a király. Vette a fáradtságot, hogy meghívjon minket. Nem lenne szép, ha nem mennénk el. Így módon annak a nőnek is elfogadhatod a megbízását, hiszen kedves vagy a nőkkel és a gyerekekkel. Nem tudom, hogy ki lehet ez a király, de eléggé fennhéjázó alaknak tűnik. Egyre izgalmasabb. Ha a király közöttünk van, az én hírnevem csak nőni fog, ha legyőzöm. Előbb-utóbb megtudjuk. Legalább azt, hogy a király itt van-e. 3000. Tartom, maradok. Én viszont kiszállok. Nekem nincs elég zsetona. Akkor csak üljen szépen csendben és figyeljen. Emelem 5000-re. Ó, hát akkor jöjjön a terítés. Hé, maga. Hiszen csak úgy remeg, nem kéne hazamennie, még mielőtt tönkre teszi az asszonyt. Hallgasson, most az a dolgunk, hogy terítsünk. Dríje van, de az utolsó lappal összejöhet neki akár egy full is. Csak a biztonság kedvéért. Rendben van, most érdemes feltenni mindent. Rendben, lássuk a terítést. Fullon van. Nyolcas. Pókerem van. Nyertem! 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 Nem lehet! Ez nem! Uram! Úgy látom, meghalt. Uram, tehát maga lenne a rejtélyes király? Dehogy! Miket beszél? Én nem! Csak nyugalom. Függesszük fel a játékot. Kisasszony, hívja ide az igazgatót, és közben hozzon nekem egy kapucsinót. Igenis, uram. Akár feltűnik a király, akár nem, a vesztesek mindenképp meghalnak. Úgy tűnik, a szóbeszéd igaz. Ki tudja. De ha megijed, fusson csak haza, és bújjon a takaró alá. Ejj, de maga biztos, se baj. Csak nem maga a király. Én is lehetek. Bárhogy van, hamarosan kiderül. Én is alig várom. Helyes, ha várja. Bár nagyon úgy tűnik, maga lesz a következő vesztes, nem? Ez a szerencsejáték. Egyetlen lépésben elveszíthetünk mindent. Te meg miről beszélsz?
Ha? Már megint vesztettél, igaz? Esélyed sincs nélkülem. Játékos csere! Ne, Pati! Na ez érdekes. A gyerekek egyre korábban akarják megtapasztalni, milyen is a valóság. Ó, hát maga? Eszembe se jutott, hogy itt lehet a hajón. Meghallottam, hogy egy komoly játszmára készülnek a hajón, és nem tudtam otthon maradni. Ennyire aggódik? Ez a szerelem. Semmi baj. A férjem még nem vesztett semmit. Eddig legalábbis semmit. Nem akarja meglátogatni? Nem. Biztos vagyok benne, hogy nem fog megállni. Ó. Oh. Hagyja, hogy a gyerek játszon maga helyett. Ez nem gyereknek való. Szinte már felnőtt vagyok. Ha nevelni akar, előbb próbáljon meg legyőzni. Kihívom. Pátinak minek kell itt kott nyeleskednie? Ha egyszer már itt van, nőjjen. Neked hogy megy? Tudod ki a király? Még nem. Túlságosan okos. Nincs választás. Valahogy nyerned kell. Ahogy mondod. Veszélyes vizeken jársz. Éppen ezért szerencsejáték. Légy óvatos. Jó. Na, kislány, nem tudnád eldönteni, hogy terítesz vagy passzolod? Tehetséges a lány, de van még mit tanulnia. Cserélünk. Ne már, most kezdek belejönni. Nem baj, ez az én dolgom. De kösz a segítséget. Nem voltam meggondolatlan, ahogy kértétek, de ezek nagyon tudnak. Dantét egy harapásra felfalják. Igaz, Dante nem túl jó játékos, de ez most az ő munkája. És a munkában nem ismer kegyelmet. Hozzunk neki sok kávét, és buzgón imádkozzunk érte. Én inkább teát hozok neki, mert a kávé keserű. Jól van. Bedobom. Két pár. Úgy tűnik, most csak Amanda lehet az ellenfelem. Alapjai alapján drillt vár. Ha összejön neki, akkor én veszítek. Csak hogy amikor blöffölni akar, elkezd a hajával játszani. Vagyis nem lesz drillje. Blöfföl! Tartom, és emelek 8000-rel. Bedobom. Én is bedobom. Ez okos döntés volt. Tartom. És emelek 15000-rel. Ez minden. Próbálja takargatni a blöfjét. Átlátok magán, kisasszony. Tartom, és itt van mindenem. Terítsünk. Ennyi. Ezt megette, öreg ember. Megvan a drillem. Ezek szerint én nyertem. Csúnyán átvert. Elhagyott a szerencse. Ha megengedik, a vesztes most távozik a színről. Ez elég bizonyíték. Tehát a király közöttünk van. Azért csak folytassuk. Ez érdekes, de a szerencsém mindenkinél erősebb. A királyt is felfalom. Eszementek. Egyikük sem számol a vereséggel. Nincs bennük csöpnyi félsz se. Színsorom van.
Ezzel én nyertem. Nem lehet. Engem szerencsés Amandának hívnak. És a szerencsém még soha nem hagyott el. Újabb halott. Akkor most... Igen, jön a végjáték. Íme, ketten maradtunk. Nem hittem, hogy épp magával ülök itt a végén. Ha most legyőzöm, az azt jelenti, hogy én vagyok a király. Rajta, előalapokkal! Jól van, kezdem az osztást. Ójaj, mi van velem? Akár mindkettőjüknek kijöhet a Royal Flush. Hogy lehet ez? Mindent felteszek. Még csak a negyedik lapnál tartunk. Így mindenképp terítenünk kell. Bármi legyen az utolsó kártyánk. Miért ne járhatnánk el így? Hát, legyen. Ez a finálé. Benne vagyok. Csak zsetonom nincs elég. Ha veszítek, odaadom az életemet. Ez hogy tetszik? Legyen így. Rajta. Hadd lássuk az utolsó lapot. Terítsünk. Lássuk, mi vár. Körkirály. Megvan a Royal Flush. Dante? Ez is Royal Flush, de szín szerint a pik többet ér. Sara, sajnálom. Sikerült! Igen, Dante győzött Morrison! Morrison, ha? Nincs is érdekesebb dolog a világon a szerencsejátéknál, főleg akkor, ha az életed a tét. Dante! Igazam van. Várj! Dante, mit csinálsz? Ugye, még nincs vége. A következő kihívás neked szól, Lili. Semmi bonyodalom. Az nyer, aki képes átlőni a másik szívét. Dante! Dante! Elég! Lili, hát nem vagytok barátok! Engedj, Morrison, eressz el! Nagyszerű volt. Ezek szerint megvan a mai este nyertese. De hát a barátja fegyverétől meghalni igazán felemelő lehet. Közelebb ne jöjjön. Tehát maga a király, maga a démon? Igaza is van, meg nem is. Ezt meg hogy érti? Egyáltalán nem számít. Kiviseli a király koronáját. Akinél a megigézett tárgy van, mindent elsöprő szerencse gazdája lesz. Ő lesz a király. Persze jó lett volna, ha ő nyer. De túl szép lett volna, ha teljesül. Szóval a kezdetektől csapta volt. Csak ne aggódj! Már is követheted az úton. Ahogy a másik kettő is itt, és a többiek is a hajóról. Szégyellem, de erre a pillanatra vártam. A pillanatra, amikor felállhatok és megmutathatom magam. Dante! De hát hogy? Nem hatott rám az erőt, erre vagy kíváncsi? Nem vagyok ám kivétel. Csak a véletlenem múlt, hogy rájöttünk, hogy működik. Patty, kihívlak, Dante. Vívjunk meg. Tegyünk egy próbát. Te halsz meg, vagy én? Patty! Megállj! Ekkor értettük meg.
Hol bújt el a király? Képes voltál irányítani egy közönséges embert, hogy az eljátsza a király szerepét. Vagyis rád egyáltalán nem voltam hatással. De megkörnyékezett az erőd. Azt akartam, hogy előlépj, mert le akartalak győzni. Így nem volt más választásom. Hazárdíroztam. De én ügyesen a szíved mellé lőttem, igaz? Hát azért okoztál nekem egy kis kárt. Jól figyelj! És jegyezd meg jól a szerencsejátékot, saját kézzel illik játszani! Ej, Nyeno, igazi ellenfél vagy. De te így nem tudsz megölni. Biztos az? Na és ehhez mit szólsz? Dante! Én a szív király. Itt meg a pikkász. Tehát én nyertem. Na hát, szóval minden ki volt tervelve. Dante csak játszotta, hogy hat rá az erő. De Lily a biztonság kedvéért közbelépett. Mondtam már, hogy nagyon sajnálom. Ugyan, ne aggódj miatta. Na, ideje, hogy terítsünk. Maga biztos vagy. Ennyire jók alapjaid. Akkor én inkább passzolok. Én meg 3 lapot kérek. Rendben van. Rajta, terítsünk. Fullon van. Na, mit szólsz? Nekem meg Royal Flush-öm. Úgyhogy én nyertem. A mostani veszteségedet hozzáadjuk az eddigiekhez. Többé nem játszom. Magyar hangok Seder Gábor és Vágó Bernadett. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László. Hangmérnök Hajzler László. Vágó Ádám Gyöngyi. Gyártásvezető Kovács Marian. Szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Forgalmazza a Mirax. Apám elárulta a démonokat, hogy az emberekért harcolhasson. Az emberek közt legendás hős lett. A démonok szemében meg áruló. De én azt remélem, akad a démonok között is, aki megérti, apám mit akart elérni. Ha akad olyan a démonok között, aki megérti őt, szeretnék vele találkozni. Következő küldetés, az utolsó ígéret.